A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint tudjuk, és számtalanszor már elmondtam én magam is, de nyilván önök székesfehérváriak is megtapasztalhatták, hogy mi városunk nem csak a királyok városa, a gazdaság és a sportvárosa, hanem a kultúra városa is, a zenekultúra városa is, meg annyi remek kórus működik, van szimfonikus zenekarunk, nem sorolom. Ma elsősorban a kórusokról fogunk beszélgetni, illetve a zenetanításról, hiszen vendégem Szabó Andrén, énekzene-zeneelmélettanár, karvezető, ráadásul az Alsz Muzika Zenebarátok Egyesületének elnökeként is nagyon sokat tett a zenei kultúráért. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Nos, a hivatásválasztás az mindig meghatározó egy fiatal életében. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés, aki olyan családban születik, hogy ahol a zene alapvetés, a klasszikus zene, általában a kórusmuzsika és minden, ami ehhez kapcsolódik. Ugye, tehát ennek megfelelően, ugye azt azért mondjuk el előtte, hogy Szabó Balázs zenetörténész barátunk, a bátyád. Igen, így van. Tehát ez indítás, és ráadásul a szüleid nem különben zenével foglalkoztak. Így aztán korántsem véletlen, hogy már óvodás korodban elkezdted a zenei tanulmányaidat. Beszéljünk az indítatásról, erről a különleges pillanatról. Igen, ugye valóban így nagyon zenei közegben nőttem fel, bár a zene édesanyámnak volt a hivatása, foglalkozása, tehát ő zene hegedű tanár és szolfés tanárként végzett a győri tanárképző főiskolán, és a diploma után rögtön ide került Székesfehérvárra, tehát neki egy szép 40 éves hosszú pedagógiai és zenei pályája kötődik ehhez a városhoz. Édesapám viszont vegyészmérnök végzettségű, és az Ikaruszban dolgozott nagyon sokáig többféle poszton is. Végül aztán a fényező üzemvezetőjeként ment nyugdíjba, és ő oly módon kötődik a zenéhez, hogy így amatőr szinten műveli, és nagyon szépen énekel, szép hangja van, ugye több évtizede énekelő is Fehérváron kórusokban. Tehát emiatt aztán volt egy olyan fajta kettősség az én életemben, hogy 14 éves koromig azért én nem döntöttem el teljesen nyilvánvalóan, hogy ez zenei pálya lesz. Még a tovább tanulásnál, amikor fontolgattam, hogy melyik középiskola lesz, első helyen én a Vasvári gimnáziumba adtam be kétnyelvű szakra, akkor indultak a kétnyelvű iskolák. Aztán végül is mégis már a papír beadása után döntöttem úgy, hogy mégiscsak jó lesz ez a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola, úgyhogy bementünk és kikértük a papírt, akkor még ilyen papíros rendszer volt, és hát úgy mentem én Veszprémbe hegedű és szolfés szakra, szakközépiskolába, de benne volt a gondolatomban az, hogy esetleg egy régésztörténész irány, vagy egy kutató vegyész irány, az nekem nagyon tetszett. Volt is otthon ilyen kis mini laborunk, édesapám vett nekem, és akkor ott mindenfélét kutyfasztottunk ketten kint a garázsban, tehát én ezt nagyon élveztem azt is, és a mai napig nagyon érdekel az a dolog is, de aztán végül is így eldőlt. A családi legendárium úgy őrzi ezt, hogy hogyan választottam én hangszert, hogy 4 éves koromban megkérdezték, hogy mit kérek karácsonyra, és azt mondtam, hogy egy szürke hegedűt. Miért szürke, azt azóta se fejtettük meg, de azt mondták, hogy jó, még kicsi vagyok, vártak egy évet, de 5 évesen már nem tudtak visszafogni. Én arra emlékszem, hogy kint járkáltam az udvaron, és volt egy már eléggé sérült régi hegedű, hiányzott az oldala, meg nem voltak rajta húrok, és én azzal járkáltam, meg egy vonalzóval, és órákig voltam képes sétálni ezzel, és így húzkodni a levegőbe a semmit, és énekelni, hogy dűdű hegedű, ez így megmaradt. Úgyhogy valószínűleg ez volt. Nyilván édesanyám is hegedűs volt, bátyám 5,5 évvel idősebb nálam, tehát hogy ő jóval előttem volt ezekben a tanulmányokban, és hát ott volt két hegedűs, teljesen egyértelmű volt.
A zeneiskolában én zongoraszakos is voltam. Tehát, hogy ez a... Én szeretek két lábon állni, vagy több lábon állni, úgy tűnik, úgyhogy ez a zenei tanulmányokban is megvolt, és ez a mai napig jellemző azért más területen. Veszprém. Én azt gondolom, hogy egy tínédzser számára meghatározó a középiskola mindenképpen, és hát a Loknányi Zeneművészeti Szakközépiskola kellően megadja azt a mélységet, ami egy fiatal számára fontos. Hegedű és szolfés szakra jártál. Mi mindent lehetett megtanulni? Kik voltak azok a mesterek? Mert én azt mondom, hogy a Zeneművészeti Szakközépiskolában azért már mesterek is vannak, amely aztán utána a későbbiekben elkísér. Így van. Így van. Sőt, már a zeneiskolai tanárainkra is mesterekként gondolunk. Tehát, hogy egy zenész életében, amíg eljut a diplomáig, akár 3-4 mester is van, akik elkezdik, akik középiskolában tovább folytatják, ugye mindig van valami más-más feladat. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy a veszprémi Doknágyiba járhattam. Kovács Péter volt a hegedű tanárom, akitől nagyon sok mindent tanultam. A szolfés tanáraim pedig Rosteterné Nagy Rita volt a szolfés tanárom és osztályfőnököm, aki módon is elég meghatározó jelenség volt a pályámon, illetve zeneelméletet Frank Oszkár tanár úrtól tanultam, aki egy legendás alakja a zenepedagógiának, akkor már nyugdíjas volt, és tényleg hihetetlen szerencse, hogy 2 évig ő taníthatott engem, és utána pedig Alszeszi Gábort emelném ki, aki negyedikben tanított engem zeneelméletre, és ő is egy nagyon meghatározó személy abban, hogy aztán én a szolfés szak irányába fordultam. Középiskolában én még inkább a hegedűt tartottam elsődlegesnek, és aztán a főiskolán lett egyenrangú a kettő, és utána pedig egy picit a szolfés az átvette, a szolfés karvezetés, amikor bejött, akkor az egy picit átvette a vezetést, de talán őket mondanám, illetve még a többi tanárunk is fantasztikus volt, tehát hogy mindenki, az egy nagyon jó szakmai műhely volt az a Doknányi Zeneművészeti Szakközépiskola, mert az egész tantestület egy irányba fejlesztette a gyerekeket, tehát annyira jól összeforrott tanári közösség volt, és ugye egy ilyen szakközépiskolában a kis konzikban, ugye konziknak hívjuk ezeket, 60-70 gyerek van összesen az 5 év folyamon, tehát egy nagy család, mindenki ismer mindenkit, tehát nem csak a tantestület faragja a diákokat, hanem egymást is nagyon sokban segítjük a kamarázásokkal, átszaladunk egymáshoz, hogy hadd játszam el neked, mondd már meg, mi a probléma, ez így tetszik jobban, vagy úgy tetszik jobban, tehát hogy ez egy óriási nagy szakmai műhely, amiben mindenki egyszerre részt vesz, a diákok és a tanárok egyaránt részei ennek a fejlesztő és fejlődő közösségnek tulajdonképpen. És ezért úgy gondolom, hogy minden zenész életében, aki ilyen típusú szakközépiskolába járt, vagy középiskolába járt, most már szakgimnáziumnak hívják őket, ez egy teljesen meghatározó élmény marad. Mint ahogyan meghatározó, én azt gondolom, az a 4 esztendő abból a szempontból is, hogy nyilvánvaló, hogy megkapja azt az indítatást a fiatal, hogy hogyan tovább. Én azt hiszem, amikor a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, akkor ideje korán eldől, hogy a középiskolás évek után, ugye abban a pillanatban téged felvettek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, a szakirányválasztás az pedig egyértelmű volt, ugye a szolfés zeneelmélet. De ez már egy komoly lépcső, hiszen azért, ahogy mondtam, elkötelezettség, elhivatottság is kell, ami azt hiszem, hogy 18-19 évesen már meg kell, hogy jelenjék a hétköznapokon és az ünnepeken is. Igen, én úgy gondolom, hogy egy zenésznél még korábban. Tehát azért is tartom egy jó iskolatípusnak ezt a zenei szakgimnáziumot, mert nem csak felkészít, nem csak tudást ad a gyerekeknek, akik oda járnak, hanem abba is belekóstolhatnak, sőt, tényleg maximálisan megtapasztalhatják, hogy mit jelent zenészként élni. Tehát a zenészség az nem egy munka, nem egy foglalkozás, hogy bemegyek, csinálom, hazamegyek és leteszem. Tehát az egy életmód. Tehát
hasonló sok művész emberhez kép hasonlóan ez így van, és ezért ez a zenész pályát is egy kicsit máshogy határozza meg, akár a zenepedagógusok szempontjából, mint a más pedagógusok szempontjából, mert nálunk el sem jut, tehát el sem megy a felsőoktatásba felvételizni, aki nem tudja ezt viselni, azt, hogy ő zenészként fog élni ezt az életmódot. Tehát a középiskola segít már eldönteni azt, hogy ezen a pályán marad valaki, vagy nem. És ezért az elszántság, meg az odaszánás, az összerendezettség, az nálunk korábban megjelenik, én úgy gondolom. Tehát 15-16 évesen ez már megjelenik, igen. És aki zenész szeretne lenni, ha így, akikkel így beszélgetünk, 9-10 évesen azért már lehet tudni. Legkésőbb 13-14 évesen eldönti, hogy ő ezzel akar foglalkozni. Tehát csak egy generáció vagy egy szakasszal, életszakasszal hamarabb, mint általában a gimnazisták. Arról nem beszélve, hogy ugye hozzátetted a hegedű szakot is, tehát párhuzamosan kellett megállni a helyed, bizonyítva a tehetséged, az elkötelezettséged, amiben nyilván nagy segítségedre voltak az ottani tanárok, ottani mesterek, mert hogy akkor... Azóta is egyébként a legfontosabb a zenei képzésben a Liszt Ferenc, most már Zeneművészeti Egyetem, de akkor a Zeneművészeti Főiskola volt. Igen, akkor pont ez a szakasza volt ennek az intézménynek, hogy volt egy zeneakadémia, ami főiskolai szintű volt, és ott folyt a nagy Liszt Ferenc téri épületben, ott folyt a művészképzés, és ehhez az intézményhez voltak csatolva a Budapesti Tanárképzőintézet, ahol 4 éves képzés volt, míg a Zeneakadémián 5, és a vidéki tanárképzők is, tehát a győri, a debreceni, a miskolci, a szegedi, a pécsi tanárképző főiskolák és a Zeneakadémiához kapcsolódtak szervezetileg, és ezért voltak közösen az, hogy én a Budapestire jártam, az ugye azt jelentette, hogy esetleg volt olyan tanár, aki ebben az épületben és abban is tanított, illetve hát Pest egy hatalmas nagy kulturális központ, tehát ott nekem például a karvezetés tanáraimmal volt óriási szerencsém, ugyanis Tész Gabriella tanított engem az első 2 évben, aki akkor a Rádió Gyerekkarnak volt a karnagya, karvezetője, és tőle tanultam a technikát. Tehát fantasztikus iskola volt, nagyon nehéz volt, nagyon sokat kellett dolgozni, hogy meg tudjon állni az ember a lábán, amikor bemegy az órára, de a mai napig nagyon hálás vagyok, mert a technikám nagy részét tőle tanultam, és utána a második 2 évben pedig Hartyányi Judit tanított, aki még ezt tovább folytatta ezt az utat, tehát hogy egy ilyen egyenes képzési útvonalon tudtam menni, és 2 nagyszerű tanártól tudtam tanulni. És utána, amikor később elmentem a Zeneakadémiára egy 5 éves diplomát, egyetemi diplomát szerezni, akkor szintén Kollár Éva, Párkai István és Hartyányi Judit volt a 3 karvezető tanár, és hát nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük. Viszont az első utat Budapestre vezetett, az nyilvánvaló, hogy ez egy fontos időszak, amikor valaki élesben találkozik, hogy milyen tanítani. Főleg, ha olyan tanárai voltak, akiktől megkapta azt az indítatást, ami aztán utána elkísér valami. Mi történt Budapesten? Hiszen 2 esztendőt töltöttél ott, mondhatni, és visszatértél utána Fehérvárra. Igen, ugye én évfolyam eltolással végeztem a tanárképzőn a szolfés szakot, arra vettek fel először, és 1 évvel később vettek fel hegedű szakra. És ezért, amikor én megcsináltam a szolfés tanár zeneelmélet karvezetés diplomámat, ugye ez egy elég nehéz év, egy diplomaév, és nagyon hálás vagyok a hegedű szakon engem oktató tanároknak, hogy adtak nekem időt és türelmet, és elviselték, hogy abban az évben, ugye nyilván nem tudtam a másik oldalon annyira teljesíteni, viszont a következő évben, tehát az 5. Pesten töltött tanulmányi évemben csináltam a hegedű diplomámat. És én közben elkezdtem óraadóként tanítani a Kőbányai Zeneiskolában, ami megint egy véletlen volt, nem terveztem, de közben én jártam Szél Ritához, aki historikus táncokkal foglalkozik, ugye ő az egyik nagy személyisége ennek a területnek Magyarországon, és én speciális kollégiumként elkezdtem nála tanulni reneszánsz, barokk és egyéb ilyen táncokat,
És ő abban az évben, amikor én diplomáztam hegedűből, ő egy ösztöndíjjal kint volt Ausztriában, mert a könyvét írta, és engem kért meg, hogy tanítsak helyette. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy szolfést is tanítottam, de historikus táncot is tanítottam a kőbányai zeneiskolában, és 16-18 éves embereket lehetett tanítani, és hát én voltam akkor 21-22, tehát sokszor volt, hogy bejöttek, és megkérdezték, hogy hol a tanárnéni, és akkor így jelentkeztem, hogy én vagyok. Tehát kicsit eltűntem ott a diákok között, de egy remek igazgatóm volt, tehát ott kezdtem el megtanulni azt, hogy milyen egy zeneiskolában. Tehát ez megerősítés jelentett azért, ugye? Igen, megtiszteltetés volt, rendkívül nagy megtiszteltetés volt, hogy rám bízta ezt a dolgot, és akkor egy év múlva, amikor ő visszajött, akkor a Pest Erzsébeti zeneiskolába kerültem, ott pedig Papp Károlyné uralkodott a szolfés tanszak felett, aki az egyik legnevesebb szolfés tanár és szakfelügyelő volt akkoriban, és az így megint hihetetlen jó helyre kerültem, mert ő pedig abban segített, hogy az első két tanítás évemet, ami mindenkinek ilyen kis botladozós, ugye kijött órát látogatni, ott volt a fél évi és az évvégi vizsgákon, és utána leültünk és részletesen átbeszéltük, hogy ezt így jó csinálni, így jó, ez volt jó, ezt próbáld meg így. Tehát egy olyan fajta mentorálást kaptam abban a két évben tőle, ami nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy később jól boldogultam. Ugyanakkor az új évezred már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen talált, ami azt hiszem, hogy megint egy olyan fontos pillanat, hiszen a diplomád akkor már énekzenetanár, zeneelmélettanár és karvezetés szakra jártál. Ez ha nem is más, de olyan kiegészítés, ami aztán teljessé tette a zenei karriered elejét. Hiszen ne feledjük, hogy közben már hazajöttél Fehérvárra. Igen, akkor itt tanítottam a zeneiskolában már szolfés tanárként, hegedűt is tanítottam azokban az években, és játszottam a szimfonikus zenekarban, és akkor kezdtem rendszeresebben járni a Primavera kórusba, ahol Horányi Otiliától kaptam ilyen apró feladatokat, tehát ott is el lehetett kezdeni megtanulni élőben, élesben, hogy mit is jelent az, hogy karvezetőnek lenni, tehát hogy az egész kórus hogy működik, a műsor összeállítás, tehát nagyon-nagyon jó műhely volt az is, és sokat lehetett tanulni. Ami a nagy különbség volt az addigi tanulmányokhoz képest, hogy a tanárképző főiskola az ugye az alapfokú oktatásra készített fel maximálisan, az akadémiai egyetemi oktatás az viszont a középfok az anyagát azzal foglalkozott, illetve hogy ez egy teljesen más korosztály. Tehát, hogy eddig ugye a 6 és 14 évesek között voltunk, akik nem feltétlen készülnek zenei pályára, tehát hogy nyilván egy alapfokú művészetoktatás, egy alapfokú zeneoktatás az nagyon nagy mértékben inkább a közönségnevelés és az általános műveltséghez járul hozzá, és ugye eléggé kis számban mennek onnan pályára, viszont aki egy szakirányú középiskolában készül tanítani, ott egészen máshogy kell ugye megalapozni, mert az adja meg majd az alapját annak, hogy a pályán hogy fog boldogulni az illető diák. Tehát egy másfajta anyag, a zene az ugyanaz. Viszont eljött az a pillanat, hiszen folyamatosan kiteljesedtél 2008-ban, ami meghatározó. Egyik oldalon ugye a zeneismereti tanszak vezetője lettél, a másik, amit nem fogunk elfelejteni, hiszen most a napokban volt pontosan a Szent István Bazilikában a Horányi Otilia emlékkoncert, és Otti nénit, én azt gondolom, hogy aki valaha is dolgozott vele, vagy beszélt vele, soha nem fogja elfelejteni. És hát a Primavera vegyes kar. Én azt gondolom, hogy a Primavera Otti nénivel is szárnyalt, de ugye azt tudni kell, hogy 5 éven át te vezetted a kórust, és azt hiszem, hogy ez egy meghatározó 5 esztendő volt mindenféle értelemben. Így van. 1997-ben vezényeltem először a Primaverát. Egy karvezes vizsgakoncert előtt kértem meg Otti nénit, emlékszem, hogy hadd próbáljam ki, hogy a kóruson hogy szól. És aztán, amikor 2003-ban én diplomáztam a Zeneakadémián, karvezetés szakon, akkor a Primavera volt a vizsgakórusom, és akkor Otiliától megkaptam fél évre, azt hiszem, vagy annyira talán nem, de egy három hónapot kaptam, és így teljes egészében egy áttolta nekem a kórust, és az alatt felkészültünk
a diplomaanyagomat megtanítottuk, tehát megtanítottam, én próbáltam, és nagyon nagy segítséget kaptam abban, hogy segítette a próbatechnikát. Ugye addig is már, akkor már 6. éve ott ültem, és figyeltem, ahogy ő beénekeltet, ahogy próbál, ahogy elmegyünk egy koncertre, ahogy összeállítja a koncertműsort, ahogy egyáltalán működik egy amatőr kórus, hogy hogyan jut át bizonyos nehézségeken, és ugye másodkarnagyként én ott dolgozgattam a keze alatt, először a beénekléseket kaptam meg, aztán a részfeladatokat, tehát tényleg fantasztikusan jó műhelyt kaptam megint, és egy jó mestert kaptam, hogy megtanuljam, hogy működik ez az egész, és így a Primaverát elvihettem a diplomakoncertre, ami nagyon jól sikerült, és a kórus is nagyon jól teljesített, és nagyon szép dicséreteket kapott a zeneakadémiai tanároktól is, amire mind a ketten nagyon büszkék voltunk. És utána pedig én 2008-ig, tehát én egy szép hosszú időszakban voltam másodkarnagy Otilia keze alatt, és szintén rendkívül megtisztelő volt, hogy főleg egy alapítókarnagy, amikor ő rak össze egy kórust, és az ő keze alatt születik meg, és lesz tinédzser, és aztán lesz egy felnőtt kórus, és elér rengeteg eredményt, hogy amikor ő visszavonul, akkor kinek a kezébe teszi le ezt. Ez egy borzasztó nagy megtisztelő dolog, hogyha valakit egy ilyen feladatra kiválasztanak, és én így is fogadtam ezt az ajándékot, és ezt a feladatot, és így lettem én 2008-ban a vezetője, és az első két évben kicsit szorosabban dolgoztunk még Otiliával, tehát nyilván elkezdtem egyénileg összeállítani a koncertműsorokat, kicsit változtattam a koncepción, bocsánat, próbáltam magamat is. Mondhatjuk, hogy kiteljesedtél, hiszen megtalálni. Ez nagyon-nagyon igen. Fontos. Igen, így van. Tehát ez olyan, mint amikor otthon a családban megtanul mindent az ember, hogy kell csinálni. Látom, hogy csinálja apa, anya, de aztán amikor kilépek, és azt mondom, hogy elkezdem a felnőtt önálló életemet, akkor azért mégiscsak van egy kis bizonytalanság és botladozás az elején. Ez ugyanígy van, amikor valaki a másodkarnagyból első karnaggyá lép. Tehát, hogy úgy hirtelen akkor egy csomó olyan feladat is jön, ami addig nem volt az enyém, és csak reménykedem, hogy jól fogom csinálni. És úgy szépen az első két év kérdései után azért sokkal magabiztosabb lettem, én úgy gondolom, és akkor én már elindítottam egy olyan fajta gondolkodást a kórusról, amit a mai napig képviselek. Amire nagy szükség van mindenféle értelemben. Mint ahogy nagy szükség volt és hiánypótló az ASZ muzika, a zenebarátok köre, és a hozzájuk kapcsolódó vegyes kar, ugye az egy kicsit később történt meg. Mi volt az indítatása a zenebarátok körének? Tudjuk, hogy azért csoportban, közösségben tanulni, információkat gyűjteni, különböző a fiataloknak, kevésbé fiataloknak a klasszikus zenéről azért egy óriási kihívás. Igen. De 2013-at írtunk, és ez egy fontos dátum, hiszen azóta is remekül működik a zenebarát kör. Igen, most vagyunk 10 évesek, és az is úgy indult, hogy én pici koromtól kezdve nem az előadó művészet érdekelt engem, hanem a tanítás. Mindig is. És a Primaverában, amikor elkezdtem abban az önálló 5 évemben összerakni a műsorokat, akkor gondoltam arra, hogy beszélni kéne a darabokról. Mert ha csak elénekeljük, tehát volt egy olyan időszak, ugye, amikor olyan volt az iskolai énekoktatás, hogy nagyon magas szinten, az átlag ember is nagyon magas szinten kapta mondjuk a zenetörténeti ismereteket az énekórákon. És ezért, hogyha annak a generációnak, mostani már nyugdíjas generációnak azt mondjuk, hogy Mozart vagy Bach, akkor nekik ez ismerős. Viszont utána jött egy olyan generáció, akik már nem kaptak ennyit, aztán volt egy szerintem elég nagy luk, amikor szinte semmit nem lehetett, amikor így heti egy énekóra volt, és azt sem mindig tartották meg. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta képzési hagyomány, hogy az általános műveltségnek viszonylag nagy részét képezte a klasszikus zenei ismeretek, ez megszűnt. És amikor eljönnek koncertre,
akkor ők csak azt hallják, hogy jaj, ez egy nagyon szép darab, de nem tudnak különbséget tenni, nem tudják, hogy az egyik az 1700-ban született, a másik meg a 20. században született. Tehát, hogy ezeket el kellene mondani, és akkor miért ne használjuk mondjuk a koncert eseményt arra, hogy kicsit erre neveljük is, hogy nem tapsolunk bele, hogy háromtételes, mert hogy ezt vettük észre, hogy eddig egyértelmű volt, hogy nem tapsolunk a tételek között, most meg azért úgy le kell inteni a közönséget. És ezt már ott elkezdtem, ez nem mindenkinek tetszett egyébként ez az irányvonal, ebből a szempontból nagyon jó volt, hogy az arcmuzikában ugye kvázi ilyen egyeduralkodóként ezt eldönthettem, a szakmai és művészi koncepciót, és amikor azon gondolkodtam, hogy is nézzen ki ez az arcmuzika zenebarátok egyesület, hogy mi legyen a feladatunk, akkor döntöttem én úgy az alapításnál, hogy ennek egy sokkal nagyobb teret akarok adni az új munkaterületemen, és ezért ott is megjelent ez a két láb, hogy legyen egy kórus, és a másik ugyanolyan erős láb legyen a zenei ismeretterjesztés, és ne csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek. Igen. Is. És ami még hiányzott nekem, és ez az alapítókiratban is be van írva, ugye 400-500 ember jár Székesfehérváron talán klasszikus zenei koncertekre, és a koncertek szünetében mindig összefutunk, pár szót tudunk váltani, mert 10-15 perc, csöngetnek, visszamegyünk vége a koncertnek, és mindenki elrohan. És utána nem találkozom ezekkel az emberekkel, mert én zenepedagógus vagyok, ő meg lehet, hogy buszvezető, vagy nem tudom, de ugyanúgy érdekli. Tehát sokféle embert érdekel, ugyanaz a dolog, még sincs egy fórum, ahol le tudunk ülni és beszélgetni. És ezt megteremtettétek. És ezért lettek a teázós beszélgetős koncert végek, és ezért lett a kultúrszalon igazából egy pár évvel az indulás után, hogy tényleg fórum legyen azoknak az embereknek, akiket érdekel a klasszikus zene, és szeretnének beszélgetni hasonló érdeklődésű emberekkel arról, hogy egy koncerten mit tapasztalnak meg, vagy hogy éppen mit hallgat otthon, vagy hogy őt mi érdekli, és ebbe én bekapcsoltam ugye fellépő művészeket is, hogy akkor őket is lehet kérdezni, hiszen megint van egy, akkor megint lebontunk egy falat az előadó művész és a közönség között, amit egy átlag koncerten nem fog tudni oda menni és megkérdezni, hogy ne haragudj, ez tényleg olyan nehéz volt az a rész, hogy ott láttam, hogy, tehát, és ezt nálunk megkérdezheti. Ugye ezek kivételes élményt nyújtottak, ez a mai napig így van, én azt gondolom, megismerni a művészeket, felnőttnek tudományos előadások, nyilvánvaló, hogy erre is szükség van, ki a maga indítatásának megfelelően mélyül el ebben, ráadásul az arcmuzika kórus is szárnyal, ha úgy tetszik, mert hogy az is nagyon fontos, hogy nem kellő alapképzettséggel rendelkező embereket vontál be a kórus éneklésbe, hanem azokat a fiatal tehetségeket, vagy kevésbé fiatal tehetségeket, akiknek igénye van arra, hogy a közösségi létben foglalkozzanak a klasszikus zenével. Igen, ez is kérdés mindig egy karvezetőnek, hogy milyen kórus szeretne magának. Lehet azt mondani, hogy én szeretnék egy nagyon magas színvonalon éneklő kórust, és akkor nyilván egy kottalvasó embereket vagyok hajlandó, most így rossz ez a kifejezés, de hogy akkor kottalvasó embereket várok oda, olyanokat, akik esetleg énekelni is tanultak, akik fiatalok, tehát ilyen 20 és 40 között, ugye izomzatilag akkor a legjobb a hangnak, akik vállalják azt, hogy plusz próbák, hogy utazások, hogy esetleg versenyfelkészülések, és akkor az egy olyan fajta versenykórus és hangversenykórus, ami valóban nagyon, nagyon nehéz darabokat és magas szintű, akár kortárs daraboknak a bemutatóját is tudja vállalni. Én akkor úgy döntöttem, és ez megint talán azért, mert hogy a pedagógia érdekel engem nagyon, meg ez a Kodálynak van egy olyan mondása, hogy ami engem nagyon megfogott, és ami meghatározza most az arcmuzika kórusnak a kinézetét és a funkcióját, hogy az a feladatunk, hogy oázisokat hozzunk létre a mindennapok sivatagába. És az arcmuzika zenebarátok egyesülete is, de a kórus is, az fokozottan, az egy ilyen oázis. Tehát ahol be lehet jönni, ahol meg lehet fürdőzni a zenében, egy tiszta forrásban, a nagymestereknek a gondolataiban, a zenei csodákban, és tényleg át lehet lépni egy másik dimenzióba a mindennapok problémáiból, ott lehet tölteni egy héten egyszer vagy kétszer, amikor próba, amennyi próba van, másfél-két órát,
és föl lehet töltődni, és utána vissza lehet menni, és akkor megint könnyebben működünk. Ez viszont ugye feltételezi azt, hogy ide bárkit várunk, akinek ez a felfogás, ez szimpatikus, és aki ezt a zenélésnek, amatőr zenélésnek ezt a funkcióját keresi, mind a mellett, hogy az meg az én feladatom, hogy biztosítani, hogy a meglevő csapatból a lehető legmagasabb szakmai színvonalat kihozni. Tehát olyan darabokat választani, nyilván nem fogjuk elénekelni Kodálynak a legnagyobb kórusműveit, de mondjuk olyan Kodály műveket választani, amit maximálisan jól szakmailag meg tudnak csinálni, igen, hiszen az igazán jó közös munka és a magas színvonalú előadás fogja megadni valóban azt az élményt, hogy ők most fontos és értékes dolgokat hoztak létre. És ez így van a jelenben, és így lesz a jövőben is. Én azt gondolom, hogy egy olyan jövőképet kínálsz a kórus muzsika barátainak is, ami nagyon-nagyon fontos számunkra. Én többek között ezt is szeretném megköszönni neked. Én azt gondolom, hogy jó út, amit aztán most már kiérlelt tudással és megfelelő jövőképpel, ahogy említettem, folytattok, és én azt köszönöm minden fehérvári zenebarát nevében, és nagyon köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szabó Adrien volt. Zeneelméletről, karvezetésről, nagyon sok mindenről beszélgettünk, ami azt hiszem, hogy Székesfehérvár számára, mint a művészetek városa számára is nagyon fontos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.